Zökkenőmentesen folytak a foglalkozások a Magyar Kanizsa községbeli szociális szolgáltató és védelmi központban a tavalyi évben. A szigorítások ellenére sem engedték el az intézmény dolgozói a védenceik kezét, csökkentett létszámú foglalkozásokat tartottak. A súlyosan és halmazottan sérült felhasználók a napköziben kaptak feladatot, míg a többi védenc régi textilruhákból készített maszkokat és bevásárlótáskákat, illetve egyéb kézműves feladatokban is részt vettek. Göloncsérműhelyünkben új technológia, majdnem új. Elmúlt évben a Bolyai Tehetséggondozó Gimnáziumból agyagöntő formákat kaptunk, és ezt a felhasználóink nagy szeretettel végzik ezt a tevékenységet, ugyanis sokkal nagyobb részük benne van ebben a munkafolyamatban, mint az eddigiekben. Amint látható az üvegházban, hát most egyelőre csak a krizanténok és néhány áttelelő növény van, de itt vagyunk február elején, és indulnak a palánta nevelési folyamatok. A nevelő intézmény a tavaly évben mindössze pár hónapon keresztül nem fogadta az érintetteket, de az ott dolgozók addig is tevékenykedtek, különböző szociális munkákat végeztek. Valójában a 2020-as évre vonatkozó munkatervünket el tudtuk végezni azzal, hogy három tavaszi hónapban szünetelt a napközünk, nem fogadtunk felhasználókat, de a munka tovább folyt. Kevesebb, mint 4000 szájmaszkot készítettek a lányaink, valamint a kommunális közvállalat kertészeti részén tevékenykedtek. A Magyar Kanizsa és a Horgosi napközi 29 védenccel, míg az októberben indított tanoda, melyben az általános iskola roma tanulóinak segítenek felzárkózni, 12 felhasználóval működik.